Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok, én Gyűri Zoltán vagyok, ez pedig amit játszunk blog. A következőkben pedig a Hadara című társasjátékot fogom bemutatni, lássuk. Így néz ki a Hadara című társasjáték, hogyha két játékosra készítettem elő. Most nem fogok minden egyes apró szabályon végig menni, egy átfogó képet szeretnék adni arról, hogy mifán is terem ez a játék. Ebben a játékban a játékosok egy civilizációt próbálnak meg a lehető legeredményesebben felvirágoztatni. Van egy játéktáblánk, amely öt különálló részből áll. Mindegyik játék elén ezt véletlenszerűen pakoljuk fel, ennek komoly jelentősége tud lenni, hogy milyen különféle kártyatípus, milyen kártyatípus mellett található. Mindegyik játékosnak van egy saját játéktáblája. Ezen a játéktáblán bizonyos értékeket egy kezdőlap alapján határozunk meg. Ez meghatározza majd, hogy a különféle fázisokban mennyi lesz kezdőjátékos, a kezdőpénz összeget, illetve hogy a különféle jelölőket milyen értékre tegyük a játék elején. Ez lehet a bevételt, egyébként a hadászatot, a kultúrát, illetve az élelmezést segítő sáv. A játékosoknak egyébként célja ezt minél jobban fejleszteni a játék során. Maga a játék három korszakon át tart, három fő korszakon, és mindegyik korszaknak van egy A meg egy B fázisa. Ebben a játékban nagyon-nagyon jó játékos segélet, ennek segítségével mennék végig, hogy mit is csinálnak a játékosok az egyes fázisokban. Minden egyes korszaknak az elején egy jó kis segélet segítségével, ez magában az inzertben található, minden korszaknak megvan a maga kártyatípusa, és nagyon szép rendező segítségével játékosok ki tudják válogatni. Mindegyik ilyen kártyatípushoz játékos számszor kettő kártyát teszünk a megfelelő helyre. Mindegyikből leválogatjuk, hogyha 5 játékos játszik, akkor a teljes kártyakészletbe kerül majd játékba. 2 játékos esetén, így játékos számszor 2, tehát 4. Mindegyik játékos játéktábláján van egy szimbólum, például ebben az esetben ennek a játékosnak az oroszlán. Ő a jelölőjét az oroszlánnál lévő kártyánál találja, tehát az oroszlán szimbólumát a kék jelölőnél lévő kártyánál találja. Az A fázisban mindegyik játékos egyszerre cselekszik, ezzel szemben a másik játékosnak ez a különleges sárkány szimbóluma van, ő majd a zölddel kezdi el. Mit csinál egy játékos az A fázis legelején? Az ő szimbólumához tartozó kártya pakliban a felső két kártyáját felhúzza, ezt mindegyik játékos egyszerre teszi meg, tehát a sárkány szimbólummal játszó játékos is felhúz egyszerre kettőt, és lát két kártyát. Fontos tudni, hogy minden egyes kártyaszín az adott jelölőhöz tartozik, azt biztosan erősíti majd, és ilyenkor a játékos rögtön meghoz egy döntést. Ebből a két kártyából az egyik kártyát azt rögtön felfordítva vissza kell tennie ide, ezzel majd a többi játékos esetleg ő későbbiekben tud majd valamit csinálni. Mondjuk a játékosunk azt mondja, hogy ezt felfordítva ide teszi, és amit a kezében megtart, azzal is két dolgot tehet, vagy rögtön eldobja a hátoldalán látható pénzért, hogy növelje a pénzét, vagy megvásárolja az adott embernek a képességét. Ebben áll ez a civilizáció építés, hogy ezeken a kártyákon mindenféle különleges mesteremberek, kulturális érdekességek, különleges emberek vannak, és ezeknek a képességét használja. Abban az esetben, hogyha meg szeretné vásárolni, amit egyébként általában javasol a játék, tessék ilyen embereket megvenni, azt a játéktábla alsó részéhez, a megfelelő színhez teszi. Például úgy dönt a játékosunk, hogy ő megveszi ezt az emberkét, és befizeti az ő költségét, az egy pénzt. Abban az esetben, hogyha az adott színből lenne már ott olyan kártya, akkor annyival kevesebbe kerül, ahány kártya ott van. Ennek a költsége egy, azért, mert nem volt ott kártya, és rögtön azt a bizonyos értéket azt megnöveli a megfelelő színű skálán. A játékban ez egy fontos általános elem, bármikor visszaellenőrizhető, hogy tolt-e, nem tolt-e pontosan hányan áll, mert minden egyes ilyen érték az nyílt információ a többi játékos számára is, tehát bármikor visszakövethető, hogy pontosan hogy állunk egy ilyen értékkel. Ezt megcsinálja a zöld játékos, és ő úgy dönt, hogy ezt ide teszi, a másik kártyáját pedig beépíti, ami meglehetősen komoly beruházás számára, ez 4 pénzbe került, ő befizeti a 4 pénzt és emelte az adott sávokon a megfelelő értéket. Ezután a középen, a játéktáblán középen lévő egy kis jelölő fordul egyet óramutatójelesnek megegyezően, és a hozzátartozó szimbólumokból választanak a játékosok, és ez így megy addig, míg az összes kártya el nem fogy a játéktábla középső részéről, és itt az oldalsó részeken, két játékos esetén, az oldalsó részeken 2-2-2 kártya nem marad. Ebből áll az A-fázis eleje. A kártyakiválasztások után a játékosok jövedelmet kapnak, annyi pénzt kapnak, amennyinél a sárga jelölőjük van. Utána az A-fázishez nagyon fontos hozzátartozik egy kolóniának a kiválasztása. Ez függ nagyban attól, hogy hogyan állnak hadászatilag, hogyha nem értek el semmilyen itt látható értéket, akkor nem tudnak
kolóniát kiválasztani, de abban az esetben, hogyha az egyik játékos elérné az egyik itt látható értéket, akkor meghozhat egy döntést. Például, hogyha elérte a 3-as katona értéket, akkor mondhatja azt, hogy kifosztja az adott kolóniát, és az ott látható zöld számot megkapja pénzben, tehát annyi pénzt kap, amennyit az adott kolónia jelent, és a játék végén majd 2 pontot. De dönthet úgy, hogy szövetségre lép egy kolóniával. Ebben az esetben neki fizetnie kell, tehát fizet az adott kolóniának, de ez a jelölő megfordul, és valamilyen értéket növelni fog. Nem biztos, hogy sokkal több pontot kap, nem biztos, hogy hirtelen rengeteg pénzt, de a későbbiekben nagyon jó stratégiai lépés lehet. Nem lerombolni egy kolóniát, hanem szövetségre lépni velük. Abban az esetben, bárhogy döntene egy ilyen játékos, rögtön a megfelelő színű helyre teszi a játék táblája mellé, és az ott látható értékeket azonnal megnöveli a saját értékein. Innentől kezdve ez az érték már neki él, és nagyon-nagyon nagy segítség tud lenne későbbiekben. A játékosoknak lehetősége van az álfázis során mellszobor faragására. Alapvetően 4 mellszobrot faraghatnak meg a játékosok. Itt az ott látható kultúra értéket kell elérni a kék jelölővel. A 30-ashoz már meglehetősen sokat kell dolgozni a játékosoknak, a 6-os meg a 12-eshez viszonylag könnyebben elérhető. A játék végén azonnal kapnak majd ott látható pontértéket, és ilyenkor meghoznak egy döntést. Mindegyik ilyen sávhoz tartozik egy jelölő, és amikor egy játékos úgy dönt, hogy mellszobrot farag, akkor meg kell hoznia egy döntést, egy stratégiai döntést. Vagy egy ilyen jelölőnek a látható szín oldalát használja, és akkor rögtön az adott értéket lelépi, vagy mondja azt, hogy nekem nincs szükségem erre, hanem megfordítja, és valamelyik ilyen jelölőnek a pont értékét használja, és a 4 ponton felül még a játék végén írhat azonos számú pontot, mint amennyit ott a jelölő mutat számára. Ez egy izgalmas stratégiai döntés, és a játékos meglehetősen komoly pontokat tud majd a játék végén ezzel írni. Ez tehát egy korszaknak az A fázisa. A B fázis során a játékosok a kezdőjátékostól kezdve kártyákat vásárolhatnak meg az adott területek most már szélén lévő kártyáikból. Mindegyik kártya, amit az A fázisban oldalra pakoltak, elérhetővé válik előbb-utóbb. A soron következő játékos egy kártyáról eldöntheti, hogy azt vagy megvásárolja, vagy pedig kidobja a játékból, és akkor megkapja az adott korszakhoz tartozó pénzt. Hasonlóan az első fázishoz a játékosok szépen beépítgetik ide alulra a tablójukba, bővítgetik a kártyákat. Ne felejtsük el, hogy minden egyes itt lévő kártya az adott színű kártyát olcsósítja, annyi valahány kártya itt található. Alapvetően mindegyik szín boostol valamilyen értéket a játékban. Előfordulhat, hogy egy játékos meghaladja az ott látható 10-es értéket, ekkor egy ilyen oldalsó kis plusz 10-es bővítmény segítségével, tehát a későbbiekben például itt a piros érték nőne 3-mal, akkor úgy nő, hogy hozzátoldunk egy ilyen 10-est, és így mutatjuk, hogy az adott játékosnak 13 hadászati értéke. Így vásárolgatnak kártyákat a B fázis során. A B fázishoz hozzátartozik hasonlóan az A fázishoz egy jövedelemrészt, újra pénzt kapnak, újra vásárolhatnak kolóniát, vagy lerombolhatnak egy kolóniát, faraghatnak mellszobrot. Ezzel a kettővel kapcsolatban nagyon fontos általános szabály az egészre, hogy ha már szövetségre léptek egy kolóniával, vagy foglalkoztak egy valamilyen hadászati értéke rendelkező kolóniával, ugyanolyannal nem szövetkezhetnek már. Tehát ha valakinek már megvan ez a 3-as jelölője, akkor még egyszer a 3-as jelölője nem lehet. Hogyha már valaki kifaragta a 6-os kultúrértéke rendelkező szobrot, akkor utána később azt már nem faraghatja ki. Tehát érdemes ezzel stratégiázni. És nagyon fontos, egy élelmezés fázissal ér véget minden egyes korszak. A játékosok megszámolják, hogy hány kártyájuk van, ez csak a kártyákra vonatkozik. És abban az esetben, hogyha az élelmezés a zöld jelölőjük nem érni el a kártyaszámot, akkor bizony az egyik emberke, vagy az egyik ilyen kártya nem lesz megetetve, úgymond, megsértődik és elmegy, és az egyik játékosnak el kell dobni az egyik kártyát, és ebben az esetben az adott értékeket vissza kell lépni. Ez folyamatosan visszaellenőrizhető a játék során, hogy ezek az értékek ezek pontosan hol állnak. Egy korszaknak a végén egy játékosnak lehetősége van ezüst vagy aranypecsétet venni, ezek nagyon komoly győzelmi pontot tudnak, vagy a szettekért, vagy az adott értékek megfelelő állásért a játék végén adni majd a játékosnak. Ezt minél későbbi korban teszi meg a játékos, annál drágább lesz majd, ezzel érdemes számolgatni, viszont hogyha folyton erre költjük a pénzt, akkor meg kártyát nem lesz lehetőségünk vásárolni. Ez egy korszak, a játékosok 3 korszakon keresztül játsszák a játékot. Amiről még nem beszéltem, és egyébként meglehetősen fontos, azok a lila kártyák. A lila kártyák az semmilyen ilyen értéket nem növelnek, viszont valamilyen különleges képességet adnak majd a játékosoknak. Ez lehet, hogy győzelmi pont, vagy valami képesség, vagy valaminek az olcsósítása. A harmadik kort követően, amikor a játék véget ér, akkor a játékosok egy segédlet segítségével megszámolják, hogy kinek hány pontja van, és aki a legtöbb győzelmi, akkor mondani, hogy kultúra pontot gyűjtötte. Ő győz. Egy civilizáció felépítése, kultúra közi élmény, wow, hatalmas nagy fába vágta a fejszét a Hansi Blue kiadó, ugyanis ez egy eddig a társasjátékozás világában ez egy hatalmas nagy projekt, Through the Ages. Ez egy hatalmas nagy volumenű játék, és Civilization.
ezek több órán át tartó nagyon-nagyon komoly gondolkodós, hát gondoljunk bele, hogy az őskorszakból szépen átvezetjük, akkor ezt nem lehet lerövidíteni, és a hadarának sikerült. Fantasztikus látni, hogy egy ilyen hatalmas volumenű dolgot, egy civilizáció fejlesztését, a semmiből való kiemelését és megbirkózását a többi civilizációval lerövidíteni egy óra alá igazán bravúros teljesítmény. És meg lehet csinálni. Wow, nagyon tetszett nekem, hogy egy órán belül maradt a játékidő, hihetetlen jól kezeli a játékos számot, amikor ketten játszottok és amikor öten játszottok, nem volt annyival hosszabb, mint a csomó játék esetében. Tudjátok, amikor ketten játszottok egy játékkal, utána leültök öten, és így exponenciálisan nő a gondolkodás miatt a játékidő, és amiatt, hogy szimultán gondolkodtunk különféle dolgokon, meglehetősen egy óra környékén maradt egy civilizációépítős játék, és átadta nekem azt a hangulatot, hogy a nagyon pici értékekből ilyen 20-30-as grandiózus dolgokat tudtam összehozni, és nekem nagyon tetszett ez a sok kicsi sokra megy elv, hogy szépen lassan gyűjtögettem a kis tablómat, építettem a civilizációmat, és átadta nekem azt a nagyon jó fejlődés hangulatot a játék. Azt éreztem, hogy minden egyes kártyának hatása van, minden egyes döntésnek így szépen apró léptekkel, de fejlődök. Valamit tudok elérni a játékban. Én azt mondom, hogy a kultúrát szeretném fejleszteni, és a kultúrám akkor fejlődni fog, hogyha hadászattal akarok foglalkozni, a hadászatom fog fejlődni. Úgyhogy amit vállal a játék, és amit a borító nekem ígér, hogy mindenféle kultúrák találkozása lesz itt, és szépen össze tudok majd hozni egy világot, egy civilizációt, az bőven megadja nekem a játék. Úgyhogy amit vállal, teljesítés. A Hansi Blue kiadót én eddig úgy ismertem, hogy nagyon szép minőségi társas játékokat ad ki. Ezt az oldalcsíkot leszámítva kifogástalan brilliáns a termék. Maga az anyag használata A+ minőségű, nagyon rendben van, teljesen. Alkatrészkészletét tekintve ott vannak benne azok a pici szépségek, azok a pici kis apróságok, hogy esztétikai élmény ezzel a játékkal játszani. Jó ránézni a táblára. Amikor játszottuk ötten a játékkal, tartottunk egy pici szünetet a harmadik kor előtt, és amikor visszajöttünk az asztalhoz, öröm volt ránézni. Ott volt rengeteg szín, rengeteg világ, egy csomó érték, és még egy családi játék, és ez egy abszolút családi játék, meg volt benne az a gamer flow, hogy ott vannak azok a kis számok, azok a kis értékek, és bár pontokon azért fura tud lenni, főleg a harmadik korban, amikor várjátok, lehet, hogy azt nem léptem le, na akkor számoljuk, akkor 2 meg 3 meg 1 meg 2 meg 2 meg 3 meg 1 meg 2 meg 2 meg 4 meg 2 meg 1 meg 1. Tehát a pek élmény az elő tud jönni a játékban. Viszont tökéletes játék? Általában nem, és a hadarában is van egy-kettő pont, ami szerintem sokaknál fura érzéseket adhat. Az egyik áthallások. Az, hogy egy játék hasonlít egy másik játékra, az egy hétköznapi, meglehetősen hétköznapi tünemény. Itt három civilizációs kor, egy nagyon különleges draft rendszer segítségével, és valóban a hadarában egy egyedi draft, egy kártya leválogatás rendszert láthatunk, ami egy picit hét csoda áthallású, ami nem baj. És azt nagyon-nagyon fontos tudni, hogy attól egy játék hasonlít egy másikra, lehet üdén más, és teljesen más flow-t érzek, más hangulatot érzek, és valóban sok az áthallás, sok a hét csoda érzés a játék közben, és az egyáltalán nem zavaró. Hét csoda fantasztikus játék, és egy fantasztikus játékra hasonlítani, miért lenne gáz? Már csak azért is, mert egyébként a Splendorra is hasonlít a játék. Tablót építek, olcsósodnak a kártyáim. Az is egy fantasztikus játék, és nagyon-nagyon szépen összegyúr, és a hadar számomra egy tök jó mestic hangulatú, innen-onnan merítő, de azt nagyon ügyesen egyesítő társas játék. Ami azonban egy picit előjött, pláne ötös játékos számnál, hogy nem érzem annyira élesen, hogy a többiekkel játszanék. Picit szoliter hangulatú. Nagyon a saját civilizációmmal vagyok elfoglalva, és az egyáltalán nem baj, nagyon sok játékos az egyáltalán nem zavar, viszont ez nem egy parti játék, nem a többiekkel foglalkozom. Nagyon kényelmesen el tudok lenni csak a saját dolgaimmal. Nincs semmiféle verseny, sem a kolóniákkal, sem a melszobrokkal. Nem happolok el a többiek elől a dolgot, pláne öt játékosnál nem nagyon volt érkezésem azzal foglalkozni, a többiek mit csinálnak. Szimultán játszunk, nagyon kényelmesen elférünk ebben a világban egymás mellett. Abszolút nem konfrontatív játék, családi játék. És pont ezért mondom, hogy nagyon sok elemében, játékos számában, ez egy családi hangulatú játék. Nem fogok borsot törni a többiek orra alá, és nem kell attól féljek, hogy valaki valami borzalmas dolgot fog velem csinálni. Aki konfrontációt keres egy játékban, és már pedig megtámad, és mínusz pontokat lehoztak a többieknek, fantasztikus más játékokat találhat, a hadara nem ilyen, és ezzel semmiféle probléma nincs, viszont fontos tudni az első játék előtt, hogy ne egy ilyen nagyon-nagyon komoly háborús, mindenkit lenyomok a környezetemben, háború civilizációépítő játékot keressetek, hanem egy civilizációépítő és családi játékot, és a hadara számomra makulátlanul megadta ezt, egészen biztosan a polcra marad, és nagyon szívesen játszom le bármikor, amikor úgy szeretnék elérni valamit, amikor egy olyan munkahetem volt, hogy hú, srácok, annyira nehezen született meg bármi ezen a héten, akkor a hadara egy órában megajándékoz engem azzal az élménnyel, hogy vuty,
elkezdek valamivel haladni, mert nagyon kényelmesen tudok. Nem tudok mindent megcsinálni, mert a pénz nagyon szűk keresztmetszet tud lenni, de kifejezetten pozitív élmény. Nagyon szépen köszönöm a játékot a Piatniknak, hatalmas nagy örömmel dolgoztam vele, és külön köszönöm, hogy így a nemzetközi megjelenéssel egy időben eljutott hozzánk is. Fantasztikus élmény így a külföldi kollégákkal egyszerre felfedezni ennek a játéknak az élményét. Bízom benne, hogy tetszett ez a rész, hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek eljusson ez a tartalom. Addig is remélem a Facebookon, az Instagramon esetleg itt találkozunk. Sziasztok!